Konkrét motorválasztással kapcsolatos privát üzenet érkezett, már régóta szeretnék elkezdeni motorozni, és most jutottam el oda, hogy a tettek mezerére lépjek, megvegyem az első motort, illetve megcsináljam a jogsit hozzá. Sok videódat megnéztem a motorokkal kapcsolatban, és lassan körvonalazódik bennem, hogy milyen irányba induljak. A Triumph Tiger 660 és a Triumph Trident között vacilálok. Mindkét motoron jó véleménnyel voltál a videókban, nem volt túl sok negatív kritikád egyik irányban sem, valamiért a szívem a Trident felé húz, de mielőtt belevágnék, meg szerettelek volna kérdezni, hogy te melyiket választanád. Főleg városi, város közeli ingázásra, illetve rövidebb hegyi túrákra használnám a gépet. A videók alapján úgy tűnt, hogy mindkét gép alkalmas lenne erre a célra, illetve első motornak is tökéletesek. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e bármilyen tapasztalatod, ami akár egy kicsit is valamelyik felé billentene mérleg nyelvét. Hát ha túrázni is szeretnél, akkor egyértelműen hogy a 660 Tiger Sportot, tehát azért mégiscsak egy emeltebb, ott más a futómű, a Trident inkább egy konkrétan városi ilyen futkározó motor. Nyilván, tehát kettes létrával is el lehet menni, de a Himalájáig meg oda-vissza, de hogyha azt mondod, hogy melyik motor az, ami túra jelleg, és kicsit ilyen többrétűbb, sokrétűbb, az a Tiger 660. Teljesen egyértelmű, azt gondolom, hogy ott van szélvédelem, kicsit túrásabb jelleg, utast könnyebben viszel vele, futóműve barátságosabb, stb. A Trident azért ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelkezik, de szerintem én ezt elmondtam mindegyik videóban. Úgyhogy nézd meg még egyszer, figyelmesen, aztán menj el és vegy egy Trident, vagy egy Tiger 660-at.